Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Kis András a Hieroteus Egyesület titkára adják át a Vármegyei Családokért díjat Barátné Bosák Erzsébetnek. Az Egyesület 22 éve azért dolgozik, hogy folyamatosan javuljanak a Kálmánházán élők lehetőségei, a lakosok életkörülményei. Kezdetben egy teleházat létesítettünk, erre azért volt szükség, mert a faluban nem volt olyan hely, ahol olyan szolgáltatást nyújtsanak, mint fénymásolás, nyomtatás, faxolás. Ez már mára odáig fejlődött, hogy képzéseket tartunk itt, aztán pályázatokat írunk, segítjük a hátrányos helyzetűeket nem csak anyagilag, tehát adományokkal, hanem egyéb szolgáltatásokkal is. Ilyen szolgáltatás például információnyújtása lehetséges például mezőgazdasági pályázatokról, ebben való segítségnyújtás, digitális írástudásoktatás, itt nagyon sok embert oktattunk ezen a területen, úgyhogy ennek is nagy szerepe volt. Jelenleg bölcsődét működtetünk, ennek is immár 12 éve, és most helyeztek ki hozzánk egy kioszkot, ami szintén nagy segítség a településen, mert lehet személyigazolványt csináltatni, lehet útlevelet, lehet erkölcsi bizonyítványt, lakcímkártyát. Úgyhogy ez mind abban nyújt segítséget, hogy nem kell például a városba beutazni az okmányirodába, hanem ott helyben meg tudjuk csinálni. Kis András, a Hieroteus Egyesület titkára elmondta, hogy miért a Nyírségi Segítőkéz Alapítványra esett a választás a 2023-as évben. A Nyírségi Segítőkéz Alapítvány is annak a 6 díjazottnak az egyike, amelyet vagy vármegyei önkéntes, vagy vármegyei családokért díjjal jutalmazott, tüntetett ki, és ezáltal az ő munkájukra fölhívta a figyelmet a Hieroteus Egyesület. Ezt a díjat most még a tavalyi évre vonatkozóan adjuk át, de igazából mondhatnám azt, hogy az elmúlt 30 évre vonatkozóan, hiszen a Nyírségi Segítőkéz Alapítvány Kálmánházán és környékén mindig ott volt, mindig ott volt található, ahol valahol tudtak segíteni. Amikor épp teleházat lehetett nyitni is, a digitális világot lehetett a helyi közösségnek megmutatni, abban segítettek. Amikor a rászorulókon kellett segíteni a Covid idején, akkor abban segítettek. Amikor képzéseket, tanfolyamokat szerveznek ingyenesen egyébként a családoknak, a gyermekeknek, ezzel segítik a családok munkáját. Tehát minden tevékenységükkel azon vannak, hogy a családoknak egyszerűbb legyen. A közösségi élet Kálmánházán erősebb legyen. A közösségi, szociális háló erősebb legyen, legyen együttműködés, legyen összetartozás, és ennél fontosabb dolog szerintem nincs. Magyarországon sokféle non-profit szervezet létezik. Legyen szó művészet, kultúra, sport, vallás, szociális szolgáltatások, lakhatás, környezetvédelem, oktatás és egészségügy képviseletéről. Ezek a szervezetek betekintést nyújtanak a civilek számára, és megoldásokat ajánlanak az említett társadalmi kihívásokra. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is kiemelte ezen szervezetek fontosságát. Nagyon fontosak a civil szervezetek, hiszen egy helyi társadalomban, ha erős a helyi társadalom, az az önkormányzat számára is egy kiváló alkalom, hogy jó kapcsolatot építsen a civilekkel, mert a civilek különböző tematika szerint kultúra, oktatás, családsegítés, teleház üzemeltetés, sok mindent el tudnak látni egy településen, hatékonyan, gyorsan, rugalmasan, úgyhogy én örülök, hogy a választókerületben sok aktívan működő civil szervezet található. Az alapítvány tevékenysége nagyon sokrétű. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak gondozása, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése, képzések szervezése és a településen egyedülálló családi bölcsöde működtetése is a nevükhöz fűződik.